Hú, hát ez egy nagyon régi történet. 82-ben végeztem Gödöllőn, mint mezőgazdasági gépészmérnök, és egy barátommal beszélgettünk, aki mondta, hogy a vízben jó pénz van, mert hogy ő szódás volt, de az ötlet tőle származik, hogy nézzünk szét és termeljünk halat. És akkor elkezdtük keresni a területeket, és itt Akasztó határában találtunk olyan talajt, ami vízzáró, halastavak építésére alkalmas, illetve hát, ahol halakat lehet nevelni. Így kezdődött. Az akasztói halgazdaság egy körtöltéses tógazdaság. 13 különböző méretű tóból, több teleltetőből áll, és ezt üzemeltetjük. Egész évben van lehalászás, először a nagyvizen ritkító halászatokat végzünk, aztán ha már leritkult a tó, akkor és megfelelő méretű a hal, akkor leengedjük a vizet, és lehalásszuk belőle a halat. Vegyes népesítéssel vannak kihelyezve a tavaink, tehát azt jelenti, hogy a ponty mellett van busa, amúr, ragadozó halak közül süllő és harcsa, meg keszekféléket is nevelünk, mert egyre nagyobb rá az igény a horgásztársadalom részéről. És hogy a halaink jól érezzék magukat és jól nőjenek, ezért egy ritka népesítést alkalmazunk a kétnyaras halból, amiből a piaci hal lesz, csak 4-500 darabot helyezünk ki hektáronként, és így megfelelő természetes táplálékhoz tudnak jutni. A termelés technológia pedig abból adódik, hogy mi 2 kg kiegészítő takarmánnyal állítunk elő 1 kg halhúst, a többit a természetes táplálékból kell, hogy fedezze a hal. Még a szakirodalom és általában a legtöbb tógazdaságban 4-5 kg kiegészítő takarmányt használnak föl 1 kg ponthús előállításához, és ez viszont elzsírosítja a halat. Ezek a piaci pontyok, amit most nálunk piacra kerülnek, ezek 3 nyarasak. Az azt jelenti, hogy 3 nyáron keresztül neveltük őket, és érték el ezt a 2,5-3 kilót. A haltermelésünk mintegy 1/3-át az akasztói horgászpark és halascsárda területén értékesítjük. Részben kifogják a horgászok, elviszik élve. Részben megrendelik a vevők és feldolgozva ide jönnek érte, illetve a 1/3-a pedig a halascsárdában fogy el, ahol is a kedves vendégek elfogyasztják. Többi kereskedőkhöz kerül, illetve horgásztavakba. A kereskedőink sokfelé vannak az országban, Budapesten, Baján, Siógárdon, Dunaföldváron, ahova szállítunk rendszeresen, és ahol mindig kapható akasztói székiponty. 8 és 12% közötti zsírtartalomú a mi halaink, ami teljesen hasonló a vadvizekben föllelhető pontyok zsírtartalmával. Ez év szakonként természetesen változik, és ami még nagyon fontos, hogy a hús az egy rózsaszínes színű, és ez árulja el, hogy alacsony a zsírtartalma. Egy fehér húsú pontyszelet vagy pontyfilének nagyon magas a zsírtartalma. A vegyes népesítésű tóval a tó hozamát tudjuk növelni, ugyanis különböző tápanyagigényű halak kihasználják sokkal jobban a tónak a természetes hozamát. Tehát például az amúr a növényt eszi, a busa az egész apró planktonokat szűri ki, a ragadozók az olyan halakat, amik nem akarunk, hogy ő benne legyen a tóba és takarmányt fogyasszon. És ami még nagyon fontos, hogy a takarmányt a környéken állítjuk elő, a nagy részét mi saját magunk, és csak kizárólag egészséges abraktakarmányt használunk a halak nevelésére. Azt javaslom, hogy keressék a hazai halat. A halfogyasztás egészséges. A hazai hallal a hazai termelőket támogatjuk. És ami még nagyon fontos, hogy a hazai haltermelés nagyon-nagyon közelít a biotermeléshez. Tehát egy nagyon egészséges halat fognak vásárolni.